2009-ben az Amerikai Egyesült Államokban a zajló válásoknak több mint a felében szerepe volt a felnőtt filmnek, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, vagy hogy hogyan, hogy a női fél hogy éli meg. Ebben egyébként ma már van egy tehát 2009-hez képest egy változás, tehát ma már úgymond valamilyen szinten elfogadóbb a viszony vele, de ettől még árt a kapcsolatoknak. No, miért? Azért, mert például egy átlagos pornófilm megtekintése után a férfiak inkább egyetértenek azzal, hogy a nők is élvezik az erőszakot. Ugye, hát ott általában erre is van egy másik kimutatás, hogy az 50 legnépszerűbb felnőtt film esetében a jelenetek 87%-a tartalmaz agressziót, ami a nők ellen irányul, amire a nők általában élvezetet mutatnak, kevesebb, mint 1% esetében jelzik, hogy ez mégse annyira jó. A zárójelbe hadd tegyem szintén hozzá, hogy mi a felnőtt filmek esetében a leggyakoribb baleset, ami ott történik, hát a gátszakadás. Annak az élvezeti értékét azért azt gondolom nem kell nagyon elmesélnem. Tehát vitathatatlan, hogy van benne erőszak. Ezen kívül inkább egyetértenek a szexista attitűdökkel, nyilván, mert ott általában inkább, tehát pincérnő, titkárnő, stb. Egyébként a dolog koreográfiáját tekintve, hogy miért is sugall hamis képet azért a nők szexualitásáról, hogy néz ki egy felnőtt filmnek az eleje. Nő ott egyedül elszenvedget magába, ugye, és alig várja, ugye, tehát eleve azt sugallja, hogy a nők a folyamatos szexuális izgalom állapotában leledzenek, alig várja, hogy betippenjen egy vadidegen fallosz, arra ráugrik, nekiveti magát, és ilyen 4-5 kárpit szaggató orgazmus sortűz következik, majd, mintha mi se történt volna, külön folytatják az útjukat. Na ezért mondtam azt, hogy igen, szóval nem egy párkapcsolat barát, mi az, ami hiányzik az érzelmek? Ez miért probléma a következő generációnak? Mi már úgy, ahogy túléltük, de a következő generáció esetében erről most egy olyan 4-5 órás előadást tudnék így rögtönözni, tehát, hogy igenis problémát jelent. Ugyanakkor pedig ugyanígy, tehát ezt majd más kutatásnál is már kimutatták, hogy kevésbé érzik magukat szerelmesnek a partnerükbe, illetve kevésbé értékelik a partnerüket, ugye az ott látott idomokhoz képest, vonzónak, dögösnek, stb.